A 8 éve tartó háború, amelyet a Putyin rezsim okozott Ukrajnában, mindannyiunknak szörnyű élmény. Milliók kényszerültek arra, hogy elhagyják otthonaikat. Eleinte Donbász volt a harcok helyszíne, jelenleg viszont már egész Ukrajna harcmezővé vált. Már 8 évvel ezelőtt magukra vállalták az önkéntesek a civilekért és katonákért folytatott munka nagy részét. Az ország keleti részén az ukránokat segítő nagyobb alapítványok egyike volt a Vostok SOS, amely egy több száz önkéntes számláló, különböző régiókban működő egyesület. Tagjaik nagy része jelenleg Ungvárra költözött. Volt egy tetőépítő cégem, nem vagyunk szakemberek az önkéntes tevékenységben. Békeidőben minden önkéntes a saját munkáját végezte. Egyik kollégánk, Volodymyr, fordítóként dolgozott. Filmforgatókönyvet írt. Egy másik, aki most nincs itt, hangmérnök. Egy harmadik, Szerhi, magánvállalkozóként íjakat készített. Denis értékesítési menedzser, Valéria, a felesége, zenész, szaxofonon játszik. Менеджер з продажів Валерія, його дружина, вона музикант, саксофоніст. Ну, ще числюсь, але... Még benne vagyok a nyilvántartásban, de nem tudom, meddig maradhatok a vállalat képviselője. A Vostok SOS-sel már régóta barátságban vagyok. Néha fotóriporterként segítettem Szeverodoneckben, amikor még különböző rendezvényeket szerveztek a támogatók költségein. Személyre szóló adományokat állítunk össze, ugyanis vannak olyan magányos nyugdíjasok Ukrajna városaiban, akik nem tudnak önállóan eljutni a segélypontokig, ezért azt házhoz szállítják számukra. І тоді волонтери привозять їм, ну, додому. Якщо звертається громада, ha egy közösség fordul hozzánk, akkor számukra nagy tételben küldünk segélyt. Ennek körülbelül 60-70%-a élelmiszer. Ezen kívül adunk higiéniai eszközöket, valamint olyan kellékeket, amelyek segítenek a ház rendbehozatalánál, lakhatóvá tételében. Є речі, які допомагають якось свій будинок привести в такий стан, щоб якось можна було в ньому функціювати. Іноді присилають там особисті потреби, наприклад. Néha személyes igényeiket is elküldik az emberek, például a cukorbetegek, akik nem ehetnek édeset. Sok esetben egy csomag összeállításánál figyelembe kell venni a családtagok számát és korát. A gyerekek és idősek számára olyasmit érdemes pakolni, ami könnyen emészthető. На склад у нас же поїхали хлопці, там багато хлопців працювало. А фіюк рактарба ментек. Sok fiú dolgozott ott. A forró vonalhoz többször is kerestek önkéntest, ezért azt választottuk. Amikor már egy ideje itt dolgoztam, láttam, hogy általában az emberek rövid ideig maradnak, nem bírják a tempót. Ezért most is keresünk önkéntest. На посаді директора я з листопада. November óta töltöm be az igazgatói állást. A kezdetektől, tehát 2014 óta vagyok az alapítványnál. Csapatunk főleg olyan emberekből áll, akik a jelenleg veszélyesnek mondható városokból érkeztek. Velük már február 24-e előtt is együtt dolgoztunk. Többnyire Szeverodoneckből és Kijevből érkeztek. Itt is sokan csatlakoztak hozzánk. Van néhány csoportunk. Az evakuációs, ahol a fiúk csak a kimenekítéssel foglalkoznak. Van egy humanitárius segéllyel foglalkozó csoportunk, ahol a nők dolgoznak. A többiek pedig a telefonos ügyintézők, akik 3 műszakban vállalják a munkát. Naponta 100-120 telefonhívásunk van. De ez nagyon változó, mert amennyiben a velünk kapcsolatban lévő régióban áramszünet van, vagy akadozik a hálózat, akkor a hívások száma csökken. Зменшується, да, кількість дзвінків. Ми займаємось евакуацією такою масовою, хто Tömeges kimenekítéssel is foglalkozunk olyan esetben, ha az emberek el tudnak jönni a gyűjtőpontokra. Emellett fekvőbetegek és mozgássérült személyek evakuálását is elvégezzük. Sofőrjeink a megadott címre érkeznek, kihozzák a beteget és a holmiát. Van néhány csapatunk, akikkel együttműködünk. Kifizetjük például az üzemanyagot, járművet találunk számukra, külföldi partnereket keresünk, akik gépjárművel segítenek, vagy készek arra, hogy eljöjjenek például a német önkéntesek valamilyen gyors, páncélozott autókkal. Megpróbáljuk őket eligazítani. Oda küldjük őket, ahol hasznossá tudják tenni magukat. Odaadjuk nekik azoknak az embereknek a listáját, akikhez el kell jutni, stb. Szeretnénk ellenállni az orosz agressziónak. Minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében. Jelenleg a háttérben vagyunk hasznosak és hatékonyak. Amíg tehetjük, segíteni fogunk.
Zenészek, vállalkozók, értékesítési ügyvezetők, tanárok, jogászok, számítógépes szakemberek, sofőrök mindnyájan kényszerből hagyták ott munkájukat, házukat, akik jelenleg minden lehetséges módszerrel megpróbálnak segíteni a rászorulókon, különösen ott, ahol napi szinten robbantanak, és nem tudni, mit hoz a holnap. Ungváron a Vostok SOS több tucat önkéntesen néhány szobában él, egy család lettek. Telefonon sok száz ember történetét hallgatják. Pszichológusként és logisztikai ügyintézőként dolgoznak, hogy megszervezhessék a kelet-ukrajnaiak kimenekítését, vagy eljuttathassák nekik a segélyszállítmányokat.